A makói Bozsogi Attila stábunknak elárulta, komolyabban a nyugdíjas éveiben kezdett el az írással és a zenéléssel foglalkozni, de ettől függetlenül már egészen fiatal korában vonzott ez a világ. 17 éves voltam, egy renitens diák, mert abban az időben moziba se szabad volt elmenni. Én meg 8 hónapig a koronában muzsikáltam a Fátyol zenekarba. Ugyanakkor estéről estére oda bejártak a tanárok, de Fátyol Misire valahol tekintettel szemet hunytak felettem. Ott kezdődött a nóta szeretete, mert Fátyol Misi egy legendás cigányprímás volt. Úgy fogalmazott, művészetének alapillérei az emberek, a muzsika és az irodalom szeretete, ugyanis a zene mellett több kiadott könyvvel is büszkélkedhet. Stábunkkal megosztotta, a könyvtárban rendezett lemezbemutatóval az volt a célja, hogy az idősebb korosztályt egy kicsit kimozdítsa. Itt a hátam mögött lévő korosztály szórakozása az a nóták. És már nincsen szórakozó helyen, ahol régen beültek a Koronába vagy a Maros vendégrőbe, szebb-nézebb nótákat hallottak, ma meg semmi nincs. Volt 2 nagy koncertem, 2003-ban és 2009-ben. És ennek a koncertnek 2 része volt. Az egy 3 órás műsor volt a 2 rész. Az első részben mindig magyar nóták, előadási darabok voltak, a második részben táncdalok. Most a 2 koncertnek az első részét hoztam le a közönség részére. Ha kéri a közönség, akkor a tánczenével is jelentkezek majd. A zenei délután sikeresnek bizonyult, ezért még ebben az évben Bozsogi Attila egy másik hasonló rendezvénnyel is készül majd.